Nézzük most ezen a héten egy nagyon egyszerű klasszikus tudok a megoldását. Ezzel a mezővel kezdjünk itt most. Látszik, hogy ebben a két pontban, itt és itt, ez miatt az egyes miatt itt már nem lehet egyes. Azon kívül látszik még az is, hogy ebben a pontban sem lehet egyes, ez miatt az egyes miatt maradt, tehát ez és ez a pont. Itt viszont nem lehet, ez miatt az egyes, tehát az egyes ebben a kis négyzetben már csak itt lehet. Nézzük most ezt az alsó kis négyzetet. Itt az alsó sorból az egyesnek a lehetőségét kizárja ez az egyes, a középső sorból ez az egyes, tehát már csak a felső sorban lehet egyes, és ott már csak egy mező van szabad, ez tehát itt egyes lesz. Nézzük most meg ezt a felső kis négyzetet. A felső sorából ennek ez az egyes kizárja az egyesnek a lehetőségét, a középső sorból ez az egyes zárja ki, akkor marad ez a két mező, ez és ez, innen viszont kizárja az egyes lehetőségét, ez most beírt, tehát akkor itt már csak itt lehet egy egyesünk. És akkor már egyest csak a középső kis négyzetbe lehet beírnunk. Itt az alsó sorból az egyesnek a lehetőségét kizárja ez, a felső sorból ez, és marad a középső sor, innen kizárja az egyes lehetőségét. Ez az egyes, innen pedig ez az egyes, és így az egyest már csak ide lehet beírni. Nézzük a ketteseket. Ebben a kis négyzetben itt alulról kizárja ez a kettes, innen kizárja ez a kettes, és ebben a kis négyzetben már csak ez az egy maradt szabadon, ez tehát kettes lesz. Nézzük most ezt a kis négyzetet itt. Ebből a három mezőből kizárja ez a kettes. Ebből a mezőből kizárja ez a kettes, és akkor ebben a kis négyzetben már csak ez az egy maradt szabadon a kettesnek. Nézzük most ezt a kis négyzetet itt. Alulról kizárja ez a kettes. Innen kizárja ez a kettes, tehát csak fölülről lehet. Innen kizárja ez a felső kettes, itt innen kizárja ez a kettes, tehát akkor a kettes már csak ide írható. És akkor ezzel a kettesek is megvannak, nézzük a hármasokat. Nézzük akkor a négyeseket. Ötöseket, mert négyeseket sem nagyon látszik most könnyen, hogy hova lehetne elhelyezni. Nézzük az ötöseket. Hát ebben a négyzetben itt ez az ötös kizárja ebből a három mezőből az ötösnek még a lehetőségét is. És akkor ebben a kis négyzetben már csak ez az egy hely maradt szabadon neki, ezt tehát itt ötös. Most nézzük ezt a kis négyzetet. Ebből a három mezőből kizárja a most beírt, ebből a mezőből kizárja ez, tehát akkor, mivel itt már csak ez az egy mező maradt szabadon az ötösnek, ezért ez itt ötös lesz. Mondjuk itt kijött egy oszlop, ami már csak egy mező hiányzik. Itt van benne az egyes, a kettes, a hármas, a négyes, az ötös, a hatos, és akkor ez már csak hetes lehet itt.
vissza az ötösökre. Egyébként nem nagyon látok további lehetőségeket. Nézzük a hatosokat. Ebben a kis nézetben, ebből a három pontból a hatosnak még a lehetőségét is kizárja ez a hatos. Maradt tehát ez a pont, ahonnan viszont ez a hatos zárja ki, és ez a pont egyedül, tehát ez itt hatos lesz akkor. Nézzük most ezt a négyzetet. Az alsó sorából kizárja ez a hatos, innen és innen. A középső sorából ez a hatos zárja ki, és akkor a hatos már csak itt és itt lehet. Innen viszont kizárja a lehetőségét ez a hatos, tehát akkor ez itt hatos lesz. Nézzük most ezt a kis négyzetet. Fölülről kizárja a hatosnak lehetőségét ez a hatos. Maradt tehát ez a pont és az a pont. Innen viszont kizárja ez a hatos, tehát akkor a hatos itt már csak itt lehet. Nézzük most ezt a kis négyzetet. Innen, mivel csak négy mező szabad, inkább gondolkozunk el is, hogy gyorsabb ez talán, innen kizárja a hatosnak a lehetőségét. Ez tehát már csak alul lehet a hatos, innen kizárja a hatosnak a lehetőségét. Ez a hatos, innen pedig ez a hatos, tehát akkor a hatos már csak itt lehet. Akkor úgy látom, a hatosok meg is vannak mindannyian, megvan mind a 9 hatos. Nézzük a heteseket. Még túl sok mindent nem lehet látni egyelőre legalábbis. Nézzük a 8-asokat. Hát biztos a 8-asoknál, ebben a kis nézetben csak itt, illetve itt, és itt, és itt lehet a 8-as. Illetve itt nem lehet, ez miatt, tehát marad az alsó sor. Akkor viszont ebben a kis négyzetben alulról nem lehet már, itt viszont nem lehet ez miatt, tehát akkor itt lesz a 8-asunk. Akkor itt már csak itt ebben a három mezőben lehet a 8-as. Itt viszont ebben a kis négyzetben innen kizárja ez a 8-as, tehát csak itt és itt lehet a 8-as, amiből következik már ez miatt a 8-as miatt, hogy ebben a kis négyzetben, meg ez miatt, hogy itt vagy itt van, itt már nem lehet 8-as, ez miatt a 8-as miatt itt sem lehet 8-as, tehát csak a felső sorban lehet, innen viszont a 8-asnak a lehetőségét kizárja ez a 8-as, tehát akkor ez lesz itt egy 8-asunk. És akkor most lejöve ide, ebből a kis négyzetbe, innen ebből a két mezőbe kizárja ez a most beírt, ebből kizárja ez, és akkor már csak ez az egy marad 8-asnak. Már megvan mind. Itt és itt lehet a 8-as. Mint az könnyen látszik, azt majd előbb is láttuk.
is itt. Hiszen itt ez miatt nem lehet itt. Itt pedig ez miatt nem lehet, tehát valóban csak itt és itt lehet a 8-as. Hát egyelőre 8-as nem nagyon látok többet elhelyezni. Nézzük a 9-eseket. Itt már csak ez a két hely van a 9-esnek szabadon. Ebben a kis nézetben. Tehát akkor ebben a kis nézetben nem lehet ebben a három mezőben sehol. Egyedül ez az egy hely marad neki. Akkor itt ebben a négyzetben fölül nem lehet, ez miatt, a most beírt miatt, ebben a két mezőben megint csak nem lehet, és akkor marad a 9-esnek egyedül ez és ez a hely. Nézzük talán most meg. Újból tegyünk egy kört. Egyesnél az mind megvan. Kettesek is megvannak. Akkor nézzük a hármasokat. Már csak itt és itt lehet a hármas. De igen. Ebben a kis négyzetben fölülről kizárja a lehetőségét a hármasnak ez. Innen kizárja ez, és akkor már csak ez az egy hely marad a hármasnak itt. Már csak itt lehet valahol a hármas. Hiszen ebben a két mezőben ez miatt, a hármas miatt nem lehet. Mindig a hármassal, még mindig bajban vagyok, úgy tűnik legalábbis. Nézzük a négyeseket. Itt nem lehet a négyes, ebben a kis négyzetben ez miatt. És akkor már csak ez az egy hely marad neki szabadon, tehát az itt négyes lesz. Itt már csak itt és itt lehet, hiszen ez miatt nem lehet itt, más hely meg nincs. Vagy ide jön a négyes. Mint ahogyan itt is vagy ide jön, itt már csak fölül lehet, akkor a négyes az pedig vagy itt lesz. A négyessel sem tudok túl sokat csinálni, nézzük az ötöseket. Itt már csak ebben a három mezőben lehet. Egész pontosan csak ebben a kettőben, itt az alsó felsőben, ez miatt az ötös miatt. Ez miatt az ötös miatt itt nem lehet, tehát csak itt vagy itt lehet. Ebből kifolyólag nem lehet ebben a három kis négyzetben. Tehát ebben a négyzetben már csak itt, vagy itt lehet. Itt viszont nem lehet ez miatt, tehát akkor itt lesz az ötös. Ebben a négyzetben itt, ez miatt nem lehet alul, ez miatt nem lehet középen, tehát csak fölül lehet már az ötös. Ebben a négyzetben, ebben a két mezőben itt, nem lehet az ötös már. Miatt, és akkor már csak az egy marad neki szabadon. És akkor innen kiesik az ötösnek a lehetősége, maradt tehát ide és ide. Itt viszont nem lehet ez miatt, tehát akkor itt lesz egy ötösünk. És akkor meg is van ezzel minden ötösünk, talán igen, mind megvan. Nézzük a hatosokat. Azok
is megvannak. Nézzük a heteseket. Ebben a kis nézetben itt, ez a két mező van neki szabadon. Itt viszont nem írhatjuk ez miatt, tehát akkor itt lesz egy hetesünk. Még mindig nem nagyon tudjuk a hetest befejezni. Viszont az biztos, hogy ebben a kis nézetben csak itt és itt lehet a hetes. Ilyetén módon itt már nem lehet hetes. Itt sem lehet hetes, ez miatt a hetes miatt. És akkor ebben a kis nézetben már csak ez az egy hely maradt szabadon a hetesnek. Ami viszont ebben az alsó kis nézetben innen kizárja a hetes lehetőségét, és akkor már mivel csak egy mező maradt a hetesnek, csak ez lesz a hetes. És akkor ebben a kis nézetben itt fölülről nem lehet, alulról nem lehet a most beírt miatt, tehát már csak ez az egy van szabadon, ezért ez hetes lesz. Nézzük a nyolcasokat. Két szél. Már csak alul felül. Mindig nem tudom a nyolcasokat sem. Kilencesek. Azok, ha jól emlékszem, mind megvoltak már. Nem volt meg mind. Ebben a kis nézerben már csak itt és itt lehet a 9-es, de innen ez a 9-es kizárja a lehetőséget, tehát ez lesz a 9-es. Vagyis ebből a kis nézerből, ebből a két mezőből kizárja ez a most beírt 9-es, így aztán ebben a kis nézerben már csak itt lehet a 9-es. Alulról itt kizárja ez a most előbb beírt 9-es, mások már csak itt lehet a 9-esünk. Itt már csak alul lehet a 9-es, itt vagy itt, ez miatt ugye, nem lehet fönt, ez miatt nem lehet középen, csak alul lehet, tehát vagy itt lesz, itt viszont nem lehet ez miatt, tehát itt lesz a 9-esünk. És akkor ezzel meg is van az összes 9-esünk is. Itt van egy 1-es, 2-es, én 3-ast itt nem látok. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tehát ez tényleg 3-as lesz itt. Mint ahogyan ebben a kis nézetben sincs még 3-asunk, tehát ez 3-as lesz. Ebben a kis nézetben csak itt és itt lehet a 3-as, de innen ki kell, hogy zárjuk, mert itt ebben a sorban már van 3-as, tehát itt lesz a 3-asunk. Innen, ebből a kis nézetből, ebből a mezőből kizárja ezt, tehát marad egyedül ez a mező, ahonnan meg ez zárja ki, és még ez lehet számításba, tehát ez a 3-as itt lesz az utolsó. És akkor ezzel tényleg meg is van minden 3-asunk. Nézzük most a 4-eseket, akkor ebben a kis nézetben már csak két mező van szabadon, ez és ez. Innen viszont kizárja ez a 4-es a lehetőséget, tehát akkor ez lesz a 4-esünk. És akkor ebben a négyzetben már csak ez a 3 mező van szabadon, fölül nem lehet
ez miatt itt nem lehet ez miatt, tehát akkor itt lesz a 4-es. Ebben az alsó kis négyzetben már csak a 4-es hiányzik, itt lesz, itt is csak a 4-es hiányzik, itt lesz, ez egy hely maradt neki, itt is csak egy hely maradt a 4-esnek, tehát akkor ez is megvan. Nézzük az 5-ösöket. Azok már megvannak, nézzük a 6-osokat. Azok is megvannak, 7-eseket nézzük. Hát itt egy 7-es hiányzik ebből a kis négyzetből. Akkor ebből a kis négyzetből is hiányzik még egy 7-es, itt nem lehet viszont ez miatt. Tehát akkor itt lesz egy 7-esünk. Nézzük a 8-asokat. Ebben a négyzetben még nincs 8-as. Itt nem lehet ebben a négyzetben, tehát akkor már csak itt lehet a 8-as. Itt pedig itt lesz a 8-asunk. Na nézzük, hogy mi ez az egy szám, ami még hiányzik. Az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os. Az előbb nem vettem volna észre ezt a 7-est. Most van kész akkor.